Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence! Sziasztok! És ebben a videóban nem másról lesz szó, mint hogy a kapcsolatunkkal kapcsolatos kérdésekre fogunk válaszolni, viszont tekintve az előző két sorozatunk kínos, ciki jellegét, arra gondoltunk, hogy a két éves évfordulónk alkalmából szeretnénk nektek válaszolni a legkínosabb párkapcsolati kérdésekre. Igen, tegnap előtt lettünk két évesek, hogy egy nagyon gyönyörű mondattal éljek, és csináltunk egyébként hozzám is egy videót, hogyha szeretnétek, nézzétek meg. Ott alapvetően az egész sztoriáról beszélünk, hogy hogyan jöttünk össze, mik a tapasztalatok. A szokásos, nagyon általános kérdésekre válaszoltunk azzal, hogy elejétől mostanig elmeséltük a sztorit, hogy mi hogy történt, úgyhogy ha esetleg nem tudnátok, vagy kíváncsiak vagytok egy kicsit részletesebben rá, akkor csekkoljátok le Bencének a videóját. Abból kihagytunk olyan részleteket, amikre itt fogunk válaszolni. De alapvetően nagyon izgalmas lett. Tehát, hogy érdekes a megismerkedésünk. Kattintsatok át a link a leírásba. Kitettem egy sztorit, ahol kértelek titeket, hogy írjatok minél több és minél extrább kérdést. Nagyon durvák jöttek? Vannak nagyon jók. Mert én nem tudom. És ez benne a fun fact, hogy Bencének semmit nem mondtam még el, és ő még nem tudja, hogy olyan kérdésekre is fogunk válaszolni, amire álmába se gondolt volna. Főleg nem akkor, amikor ma reggel felkelt, hogy mi fog történni. Nézzük meg! Szerettem volna olyan kérdéseket összeszedni, hogy így az elejétől mostanáig tudjuk felvezetni igazából az egész dolgot, de lusta voltam, úgyhogy nem válogattam ki a kérdéseket, úgyhogy szépen sorba fogunk haladni. Még mielőtt belekezdenénk, aki nem nézi a Broda harmadik évadát, szégyelje el magát, a link a leírásba. Mindig kéritek, hogy mikor lesz olyan, hogy Dezső Bencét felrakom egy lóra, ott és van. Ez a Broda harmadik évad harmadik részben megtörtént, úgyhogy ha szeretnétek látni, ahogy ez a bájos fiatalember egy nagyon cuki kis lovacskán ül. Az is érdekes volt egyébként. Ha nem láttatok a harmadik évadot, a harmadik részt, akkor link a leírásban. Halljuk a kérdéseket! Az első kérdés, ami egy nagyon kis bemelegítő jellegű, sokat gondolkodtatok-e azon, hogy fél év után nem lesz-e korai az összeköltözés? Olyan szinten gyorsan költöztünk össze, hogy arra se volt időnk, hogy gondolkozzunk ezen. Így van. Utólag egyébként így bőven legalább egy év távlatából így egymásra néztünk, hogy amúgy mi jó bátrak voltunk. Igen, abszolút. És le a kalappal az anyukám előtt egyébként, hogy ezt akkor hagyta. Egyébként jól tette, mert hát igen, de ilyen, tehát hogy nincsen egyébként rá jó időpont. Szerintem mi vagyunk a példa rá, hogy ha működik a dolog, és jó, akkor működni fog fél év összeköltözés után is, vagy fél év együtt jár, értitek? De mindenki, ahogy érzi. Kinek amennyi igen, tehát azért elég gyorsan költöztünk össze, de teljesen jól jött ki a dolog. Szerelem volt-e első látásra? Nem. Nem. A pár, aki másfél éve együtt él konkrétan, és közös kutyát akarnak. Jó, de ezt visszakacsintunk a Bence videójához. Azért te megkérted a kezem első alkalommal. ne spoiler ez a videómból, hogy hogyan ismerkedtünk meg. Nézzék csak meg, és érezzék kínosan magukat, miközben nézik. De összességében nem. Nyilván szimpatikusak voltunk egymásnak, és tök jól kijöttünk egymással, de szó sem volt arról, hogy igazából rögtön az lett volna, hogy úristen, mikor szeretnétek babát és mennyit? Hármat szeretnénk, közös megegyezés alapján, és hát nem most még. Most kutyán gondolkodunk, ami szerintünk azért egy... Az első lépés a gyerek felé. Abszolút az első lépés a gyerek felé, de egyébként szerintem már az is nem csak, hogy megpróbáltató lesz, de egy olyan kaland lesz, ami egyébként... Azt mondjuk meg kell, hogy... Végül is ő lesz az első közös gyerekünk. Akár, igen. Hogy nézzük. A kutya, az gyerek. Ide kapcsolnám, mert láttam, hogy nagyon-nagyon sok ezzel kapcsolatos kérdés is van, hogy szeretnénk-e összeházasodni? Erre a válasz igen. Uh-huh.
persze. Erősíts most, meg. Ja igen, persze. Egyébként viccen kívül sokat beszélünk erről. Itt válaszolok a következő kérdésre, hogy szóba jött-e már? Természetesen igen. Elég hasonlóak egyébként az elképzeléseink, úgyhogy ez egy plusz pont. Igen, nagyon sok mindenben hasonlóak az elképzeléseink, ezért is működik ez ilyen jól. És a következő kérdés, ami volt, az hozzád szól, hogy mikorra tervezel lánykérést? Ne adj rá konkrét választ, mert nem akarom tudni. De... Én úgy gondoltam egyébként, hogy 2 év múlva karácsonykor, mert Rebecca ezt így nagyon szeretné. Ez volt az első kérdés, amikor először beszéltünk házasságról. Nem, ez egy utasítás volt. Vagy a születésnapján, vagy karácsonykor. Ez a kettő, amit Rebecca nagyon igen, szeret. És azt kihagyja előle, hogy meg ne próbáld. Tehát, hogy nem, tényleg ez egyébként egy külön kérésem volt, hogy ne kösse alkalomhoz. Ezen kívül teljes mértékben rá van bízva, és csak azért szerettem volna erre kitérni, mert véleményem szerint, amiben egyébként ő is beleegyezik, lánykérésre egy évre esküvő, és majd utána valamikor egy-két éven belül gyerek. Ezek a tervek, igen. Nyilván tervek ezek aztán. A leánykéréssel kapcsolatban azért nem tudok választ adni, mert mind a ketten egyébként a karrierünkhöz most úgy állunk hozzá, hogy azért még nem fér bele az, hogy összeházasodjunk, és hogy ezeket magasabb fokra emeljük, mert alapvetően azért, mert nagyon sokat dolgozunk, és a karrierünkkel nagyon sokat foglalkozunk, nem tudnánk annyira összpontosítani szerintem az egészre. És mind a ketten úgy vagyunk vele, hogy így van, de tervben van, tehát... Persze, abszolút. Ha lesz, akkor azonnal tudni fogtok róla. Napi tervben. 2 videó, magas AdSense. Olyan hülye van. Miért mindig az én videóimat trollkodott? Nem, a sajátomba is, csak elmondtam, hogy viccelek, de nagyon sokan tudják, hogy viccelek, vagy nem tudják? Azért gondolom, hogy nagyképűnek. Na, viccelek. Ha volt-e, mi volt a legmeghatározóbb pillanata a kapcsolatotoknak? Talán amikor összeköltöztünk? Azt is lehet mondani, igen. Hát azért az sem egy kis dolog. Szerintem vagy, amikor együtt költöztünk. Inkább azt mondanám. Az nagyon izgi volt, és ilyen meghatóan izgi. Aki először látna minket, csak hogy értse egyébként, ne egy kontextusból ragadja ki. Én béreltem egy lakást, Rebecca felköltözött Budapestre, együtt laktunk, együtt éltünk, majd vásároltam egy házat, és akkor átcuccoltunk ide! Az nagyon izgi volt, ja. Amikor az új házba, a kop üres új házba. Hát izgalmas és ijesztő. Így tudnám leírni az egészet. Szerintem ez volt az. Ennek egyébként már 1 éve, hogy átköltöztünk ide. Milyen durva. Tehát 1 éve itt lakunk. És még mindig nincs meg a kert. Emi nem tud a repgad? Ha az a kérdés, hogy kaland-e velem az élet, akkor igen, de ez fordítva is így van. Bence szokott még horkolni és megijedni a horkolásától? Ó, hagyjuk már az ilyen hülyeségeket. Igen, szoktam. Milyen volt megismerkedni egymás szüleivel? Én hamarabb... Elnézést. Te hamarabb találkoztál az én szüleimmel, mint ahogy fordítva volt ez. Ugyanis, amikor... Fun fact. A szüleid hamarabb találkoztak édesanyával, mint te. Igen. Úristen. Ugyanis Erdélyből az én szüleim jöttek fel hozzám, a Rokolya utcába, Budapestre. Közben Rebekkát Hódmezővásárhelyen felvették, mert amúgy jött volna fel hozzám. És... hamarabb találkoztak. Beraktak a kocsi hátuljába, és egy vallató lámpával hoztak fel. Milyen volt? Kínos? Meglepően laza. Igen? Aha. Lámpát a fejhez, az 15 kérdés egyből. Pak! Nem tudsz válaszolni, ki vagy rakva. Volt-e olyan veszekedés, vagy szituáció, amikor azt hittétek, hogy vége a kapcsolatotoknak? A közelében nem voltunk ennek. Ezt csak azért szerettem volna beolvasni, mert egyébként egy tök jó kérdés, de nekem egyszer se volt olyan pillanat, amikor azt mondjam, hogy no way. Amíg nem mondtad ki se. Nekem egyszer... Nem. Tudod, miről maradtam az elmúlt másfél évből? Nem, ez Bence videójában kifejtettük egyébként, hogy meglepő, de nem voltak nagy veszekedéseink. Nyilván, amit ott is elmondunk, nem vagyunk tökéletesek, szoktunk veszekedni. Nagyon, összekapni nagyon, szoktunk. Igen, ez talán ez a... Nem szoktunk veszekedni, még csak kiabálni sem szoktunk. Amikor egymással. Tudjátok, elbeszélünk egymás mellett, és minden kettő mondja magáét, és aztán egy... negyed óra múlva rájöttök, hogy ugyanarról beszéltek, csak másik oldalról indultatok. De kiabálni nem szoktunk egymásra, meg hasonlóak. Mik a legjobb és a legrosszabb per idegesítőbb szokásai a másiknak? A legidegesítőbb, hogy széthajsz mindent a házba.
rendezett káosz és a zsenik. Igen. A legjobb meg, hogy amikor kérek tőled valamit, akkor azonnal megcsinálod. Például, hogyha azt kérem, hogy légy szíves, csinálj már nekem reggelit, és hozd ki a nappaliba, és íze, és tehát, hogy érted, akkor azonnal megcsinálod kérdés nélkül. Ez persze ugyanúgy van visszafele is, csak hogy nagyon sok kapcsolatban szerintem ez nem adatik, úgymond meg. Hogy ennyire nem csak hogy megértőek, de segítőkészek egymással a párok. Fordítva, a legrosszabb tulajdonsága, amin kezd javítani, de ez egy ilyen belső dolog nála, figyelmetlen. Sokszor. Miben vagyok én figyelmetlen? Elsiklasz a részletek felett. Szükséges rossz, ezt úgy hívják. A legjobb viszont az egy, nem egy konkrét dolog, de nagyon érzi, hogy mikor vagyok mondhatjuk talán így, és akármennyire rottyon vagyok, mindig nem azt mondom, hogy fel tud vidítani, hanem össze tud kaparni, és igazából nekem erre szükségem van, mert elég sokszor szokott olyan lenni, hogy kicsit összeomlik a rendszer, és támogat. Igen, talán ez a legjobb szó rá, hogy támogat lelkileg. Ennek nagyon örülök egyébként, hogy ezt mondtad, mert én is így vettem észre, hogy egyébként amikor látom, akkor megpróbálok úgymond segíteni. Most is egy vagy két hónapja volt egy ilyen mental breakdown, és azonnal a szuperhős közben olyankor lépett. Olyankor mindent is megtesz, hogy összeszedjem magam. Igen. Mikor volt az első csók, ki kezdeményezett, és kínos volt-e? Az első csók az megismerkedésünk után pár hónappal. Én kezdeményeztem. Láttam ám, hogy akarod. Én kezdeményeztem. Igen. És volt még kérdés? Kínos volt-e? Nem. Egyáltalán nem. Mindent jól mondott a fiú. Szóba jött-e már az a bizonyos gyűrű. Igen, szoktam neki mutatni egyébként képeket, csak hogy gyűjtse az ikletet. Igen. Meg tudja, hogy milyen gyémántos oldalakat követek, úgyhogy onnan kell nézelődni, tudjátok. Nem egyébként. Ha nem kivonadva az utam, tehát ez két éve meg lett volna. Komolyan viccelünk. Mennyi idő után feküdtetek le? Ja, mi a házasság után fogunk. Egyébként ez egy jó kérdés. Mikor feküdtünk le? Hát a házasság után fogunk. Komolyan válaszolunk erre? Igen. Próbálom előbb bányászni az agyamból, de hogy így... Az is pár hónappal a megismerkedésünk után volt egyébként. Ja, tényleg? Eszembe jutott. Egy-két hétre szerintem az első csókra, vagy valami ilyesmi. Ja. Ja. Az a baj, hogy olyan bonyolult a megismerkedésünk, aki megnézi a videómat, azt tudja, hogy úgy össze vagyok időrendileg keveredve, hogy ez valami elképesztő, mert hogy mindegy, ott a videó, nézzétek meg. És ezért mondtam egyébként, hogy lesznek olyan kérdések, amire Bence se számított, ugyanis ehhez kapcsolódóan vannak olyan kérdések, hogy milyen volt a legelső, kínos volt-e, vagy... Nem volt kínos. Egyáltalán nem. Szerintem egyébként, hogyha valakivel tényleg így egy hullámhosszon vagy, akkor elég kicsi az esélye annak, hogy kellemetlen legyen, és mászik valami. Mi más? Mi mászik? Ott mászott? I killed it! What? Tehát, hogy lényeg a lényegében egyáltalán nem volt kínos. Nálatok is ciki volt az első kaki, amikor együtt voltatok? Ez nagyon fontos kérdés, ugyanis a természetes emberi funkciók úgy néz ki, hogy cikinek számítanak a kapcsolatokban, úgyhogy milyen volt, amikor én felköltöztem a rokonyába, és rájöttél, hogy most már pedig menni kell WC-re. Te elég kínos volt bekopogni a szomszédhoz, hogy szava jöhettek-e hozzátok. Nem. Szerintem se. Értem a dologban egyébként azt a felét, ami miatt szerintük ez ciki. Szerencsére van ajtó a WC-n, úgyhogy igazából így nem... Minden, én, tehát, hogy megértem azokat, akik egyébként ezt kínosnak érzik, egy pár kapcsolatban akár. Hát így az elején, amikor nem ismeritek még annyira egymást, vagy valami, de nem. Ugorjunk tovább. De azért a ciki témánál maradva, az volt a kérdés, hogy első közös fürdés... Igen. Például volt-e bármi kellemetlen pillanat, azon kívül, hogy nem fértünk be a kádba. Jó, az átlagosnál kisebb volt a kád. Hát meg kövérek vagyunk. Meg befértünk. Befértünk, Rebecca, ezt okay. Te is jól tudod.
de egyébként nem. Inkább bulizós fajták vagytok, vagy otthon bekuckózósak? Én nagyon sokat buliztam, amíg Rebekával nem voltam együtt. Volt egy jó tartós majdnem egy évem, viszont amiután összejöttünk, és egy párt alkottunk, pláne miután felköltözött, én ráálltam a bulizással. Eleinte még jártunk egyébként bulizni, viszont utána izgibb volt otthon maradni, és kaját csinálni, együtt filmezni, meg ilyenek. Akarva, akaratlanul hagytuk abba, nem beszéltünk erről, hogy miért hagyjuk abba, csak nem volt kedve egyikünknek se. És ez a mai napig így van, hogy nagyon ritkán járunk el szórakozni. Változott-e a kapcsolatotok két év alatt? Igen. Na biztos. Pozitív értelemben igen. Nyilván mi is idősödünk, egyre komolyabbak vagyunk. De egyébként szerintem azon kívül, hogy egyre jobban megmerünk nyílni a másik előtt. Szerintem talán ezt így lehetne mondani, hogy a legtitkosabb gondolatainkat is szerintem most már így megosztjuk egymással. Vagy én legalábbis így gondolom. Hát meg az olyan történeteket, amik esetleg cikinek valhatóak. Mikor kijövök reggel és a félre alszom, úgy érzem, le van bénulva. Aztán rájövök, hogy csak a nyálam kifolyt éjjel álmomba. És rászáradt az arc. És elkezdte húzni a bőrt, és azt hittem, hogy ki, melyik az a 22 éves férfi, akivel ilyen történik. Ilyenkor még mindig az óvodába érzem magam, hogy mit csinálok én. Istenem, hatalmas. 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 Van egy olyan, erre emlékszem, úgyhogy ezt muszáj megkérdezni. A legkínosabb egyéni sztoritok egymás előtt, vagy a legkínosabb közös? Nekem a közös megvan. Na, ki vele? Once upon a time, amikor Rebecca egy kisebb orvosi beavatkozás miatt 6 antibiotikumot kellett beszednie egyszerre. Nincsen problémám az antibiotikummal, 6-tól egyszerre volt problémám, és egy kisebb időre beragadtam a WC-re, mondjuk így, elkapott és olyan szinten voltunk, hogy tényleg nem tudtam kijönni. És én az ajtó egyik oldalán, Bence a másikon, és mondtam neki, hogy most baj van, nem lennél olyan kedves, és elmennél nekem gyógyszertárba Normaflort, vagy valami hasfogót venni. Úgyhogy Bence bekopogott, és jelezte, hogy ő most akkor lelépett, és elment nekem hasfogót venni. Teszem hozzá, hogy nem jó hírekkel jöttem vissza, mert az összes gyógyszertár ünnepi zárvatartás miatt. Ja. Úgyhogy szerintem így közösnek talán ez a top. Én nem érzem kínosnak, izgalmas volt, kalandokkal teli. Hát vicces. De hát most, ja, van-e másik, ami... Hát mondjuk, hogyha ilyennél tartunk, egyébként a bécsi kirándulásunkkor a Ben & Jerry's fagyi kontra tornádó gép kalandja. Hát ott azt hittem, hogy telibe fog hányni. Nem szabad fagyit egyetek, mielőtt felültök a tornádóra. Képzeljétek el a helyzetet. Ott még friss házasok voltunk, anya. Azán. Képzeljétek el a helyzetet, amikor a hányásfóbiás mellett egy ilyen forgó gépezetben, én nagyon élvezem, ez az, forgunk, meg innen. Bence meg így ül mellettem, és érzem, hogy egyre jobban feszül meg, és így ránéztem, miközben egyébként forgunk, és mondja, hogy ő kezd rosszul lenni, ő mindjárt hányni fog. Bennem meg előjött a pánik, és elkezdtem neki mondani, nagy levegőbe, mi, ki, de közben persze. De forgunk még mindig, tehát hogy a hajam egyébként lobog mindenfele, nézek rá, de közben forgunk. És gyerekek, amikor láttam rajta, hogy úristen, a szívem állt meg. Jó, de nem szerencsére nem sikerült. Szerencsére nem hányta össze magát, és meg tudták állítani villám gyorsan a gépezetet, majd lepattam. Nem, lejárt a gépezet. Nem, megállították. Nem, lejárt. Én integettem, hogy hát le kéne állítani, de az úriember nem állította le. Na és a lényeg az, hogy kibírta, a hála az égnek. És de még utána is kibírtam. Hazáig kibírtad, és aztán aludtál egy nagyot, megfürödtél, de az a fél perc, amíg mi ott fent voltunk, és azt vártam, hogy összehányja magát, vagy nem, az életem lepörgött előttem. Ki a főnök? Miben? Attól függ, mert szerintem megoszlik. Igen? Miért ki a főnök?
Te vagy a fej, de én vagyok a nyak. Te hordod a nadrágot, de azt, amit én választok. Érted? Persze, persze, higgyük el neki. Ez nem így van. Nyilván. De jó, kitaláltad ezt egyébként. És az a jó, hogy rengeteg ember most azt hiszi, hogy ez tényleg így van. És jól hiszik. Nem állsz le, igaz? Nem Rebeka a főnök. Hát de nem is te. Ki a romantikusabb? Nem. Nem fogok. Annyira szeretlek. Nem áll ez, ki a főnök? Én meg a főnök, Markó, Rebeka, na persze. Mindjárt lehozzák, Blik lehozza, Dezső Bencét beidomították, Nem Rebeka a főnök. I love you. Ezzel lezártuk, kész. Ki a romantikusabb, mondjuk egyszerre? Egy, kettő, három. Te! Én. Yes? Amúgy nem. Ki a főnök? Oh, she mad. Viccelek. Try me. Olvassad azokat a kérdéseket. Milyen furcsa szokásokat tudtatok meg egymásról a két év alatt? Hát te megtudtad rólam, hogy bármit iszok egyébként, egy picit agyok az aljába. Még mindig nem értem miért. Megtudtad rólam, hogy kényszeresen sokat szoktam pakolni. Egyébként, minden legyen a helyén. Mit tudtál meg még rólam? Csikorgatod a fogad néha. Megijedsz a saját orkolásod. Jó, ezek alvósak, igen. Én megtudtam rólad, hogy olyan szinten kitekered a nyakad, miközben alszol, hogy elképesztő. Megtudtad, hogy néha beszélek álmomba, vagy ilyen félálomba. Oda nem csúszhatsz be. Tényleg. Tényleg. Köztudod, hogy szeretek sminkelni. Igen. Mit gondoltál, amikor először láttál smink nélkül? Hogy nem vagy csúnyább smink nélkül. Tudom, most már tudom, hogy hobbiból csinálod, meg nagyon szereted csinálni, de hogyha nem hobbiból csinálnád, akkor nem lenne szükségedre. Oh, ez cuki. Utolsó kérdésnek szerettem volna valami cukit keresni, de nem kifejezetten találtam már olyat. Úgyhogy utolsó kérdésnek legyen az, hogy szeretnénk-e közös tetoválást? Én azon az elven vagyok, hogyha összeházasodtunk, akkor igen. Igazából én is, én nem kötném igazából a házassághoz, szeretnék közös tetkót, de tudjátok, nem feliratni a hátamra, hogy Bence, hanem valami olyat, ami köthető a másikhoz, de ha ránéz valaki, akkor nem mondja meg egyből, hogy az. Egyetértek, én is így gondolom. Tehát most nem akarom feliratni a mellemre, hogy Rebeka. Szed, vicceltem. Már hogy a homlokamra akarom. Úgyhogy szerintem ennyi lesz ennek a videónak a tartalma. Remélem, hogy mindenre válaszoltam, viszont hogyha nem, és szeretnétek esetleg még egy ilyen részt, dobjatok rá egy lájkot. Iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok. Nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm vagy tölti fel nektek az új videókat. Kövessetek minket Instán is, az Insta neveink lent vannak a leírásban. És még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nézzetek meg az én videómat is, a Budapestet is. Még egyszer nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!